Mi történik Németországban? A Scholz kormány első 100 napja címmel tartott előadást Klaus Rüdiger Mai író publicista a Matthias Corvinus Kollégium Szekszárdi központjában. Könyveket írok, esszéket, életrajzokat, regényeket. A regényeket azonban írói álnéven, mert a két dolgot, a szakkönyveket és életrajzokat el szeretném választani a regényektől, hiszen két különböző műfajról van szó. Újságcikkeket is írok, publicistaként is tevékenykedem. Az egyetemen germanisztikát és történelmet tanultam, a germanisztikából doktori címet szereztem. Múlt év decemberében alakult meg Németországban a Közlekedési Lámpa Koalíciónak is nevezett új kormány, amelyben a Szociáldemokrata Párt, a Szabaddemokrata Párt és a Zöldek együttesen kormányoznak. Az első 100 nap elteltével már értékelhető az eddig végzett munka. Mindig azt mondják, vagyis régen az volt a szokás, hogy a kormánynak 100 nap időt hagynak, mielőtt elkezdi kritizálni, mielőtt értékelik. Ezen kívül az első 100 napban meg kell, hogy találja magát a kormány. És az adminisztrációs munkán túl világosnak kell lennie, hogy mit képvisel. Természetesen kicsit más a dolog, ha nem egy párt alakít kormányt, hanem koalíciót alakítanak, akkor mindegyik koalíciós partner be akar kerülni, és ez végső soron azt jelenti, hogy a koalícióban meg kell találniuk magukat, a helyüket. Ezért mondhatjuk, hogy 100 nap elteltével ez az irány, erre felé tartanak, vagy ezt tapasztaltuk, vagy azt kell mondanunk, hogy nem látni, hogy hová is tartanak. Ez pedig rossz az országnak, és nem vet jó fényt a kormányra. Ennyiben mondhatjuk, hogy 100 nap elteltével véget ér a kegyelmi idő. De most már 120 nap telt el, mivel a kormány december elején alakult meg, ez pedig 120 nappal ezelőtt volt. Különösen izgalmas kérdés a német energiapolitika, amely most az orosz-ukrán háború miatt még inkább előtérbe került. A megítélés egyelőre az, hogy a kormány végső soron semmi más nem tesz, mint azt, amit a Merkel kormány is tett, csak következetesebben. Ő csak még határozottabban halad abban az irányban, tehát nincs alapvető változás a politikában, hanem ez az út balliberális irányba mutat. És a balliberális elképzeléseket a társadalmi változásról a nagy átalakulás címszó alatt ezt fogják tovább folytatni. Azt, hogy ez működni fog-e, nem tudjuk. Van két dolog, amely ezzel szemben áll. Egyrészt természetesen a háború, amely megváltoztatja a dolgokat, említsük csak a biztonságpolitikát és az energiapolitikát. És történt valami meglepő. Scholz, szövetségi kancellár nemrég arról beszélt, hogy a nemzeti érdekeknek prioritásuk van. Ezt a mondatot 16 év alatt Angela Merkeltől egyszer sem hallottam. Úgy tűnik, hogy olyasmi történik most, mint egy randevú a realitással, a valósággal. Hogy hogyan végződik majd ez a randevú, arra természetesen mindannyian nagyon kíváncsiak vagyunk. Magyarország számára is érdekes, hogy milyen irányba fejlődik Németország, és hogyan alakulnak a jövőben a német-magyar kapcsolatok. Úgy gondolom, hogy Magyarország és Németország között régóta vannak kapcsolatok, különböző minőségű kapcsolatok. Németország sem egységes, bizonyos pontokon ketté hasadt. Mégpedig annyiban, hogy van egy nagyon pozitív érzés a kelet-németek részéről a magyarok iránt. Nagyon erős kötődések vannak történelmi időkből. 1945-től 1989-ig hasonló volt a történelmünk. Ennyiben ez egy másfajta kapcsolat. Úgy gondolom, hogy a magyarok számára is érdekes lehet, hogy milyen irányban fejlődik Németország, mert amit én sajnálok, az az, hogy Németország letért arról az útról, amelyre egykor Helmut Kohl lépett. Ugyanis Helmut Kohl és a német kormány mindig barátja és prókátora volt a közép-európai államoknak, különösen Magyarországnak, és hogy Angela Merkel megváltoztatta ezt a viszonyt, ennek biztosan nem örülnek a magyarok, de a németek egy része sem. Így tulajdonképpen nem csak a németországi fejleményekről beszélünk, hanem a német-magyar kapcsolatok alakulásáról is, vagy a német-magyar kapcsolatok fejlődésének lehetőségéről. Az előadás után Klaus Rüdiger Mai a hallgatók kérdéseire válaszolt, kitért arra is, hogy a szociális piacgazdaságot felváltó ökológiai piacgazdaság veszélyekkel járhat, ha figyelmen kívül hagyja a lakosság érdekeit és jogait.